Добрый день, уважаемые наши коллеги, пчеловоды Венгерской Республики, от имени... Jó napot kívánok, kedves méhész kollégák! Én szeretném átadni önöknek az orosz méhészek személyes üdvözletét, és azt a jó kívánságukat, hogy legyen mindig bő, gazdag termésük, és természetesen ezért kapjanak sok pénzt. A moszkvai állami Timir Jázer Egyetem és annak az akvabiológiai és méhészeti tanszéke, amelynek én vagyok a vezetője, régóta foglalkozik méhészeti kutatásokkal, és ezekből a kutatásokból egy kis csokrot szeretnék itt most önöknek átadni. Azok a problémák, azok a gondok és azok a kérdések, amelyek a méhészetben, az építményekkel, stb. Méhészeti kérdésekkel kapcsolatosak, az egész világon ugyanazok. По данному слайду, первые две позиции на сегодняшний день мировой проблемы пчеловодства занимают первое место. Az első kettő a képen, ez az első két kérdés, az egész világon az első helyen szerepel. Azóta, amióta föltalálták a kereteket, tehát a keretek az osztható fészek föltalálása óta, a keretek jelentik a kérdések középpontját, a kérdések csúcsát. Ezekben a keretekben, ugye, mint azt mindannyian tudjuk, hatszögletű sejtek vannak, és ezeknek a hatszögletű sejteknek a fenék kialakítása jelenti jelen pillanatban a probléma lényegét. A kutatásokat, mint ahogy föl is van írva, König és Maráldi munkássága volt az, amelyik a fészek sejt aljának dőlés szögével foglalkozott. Ezt a Maráldi, a König annak idején 109 és 28 fok és 28 percben határozta meg, ezt aztán Maráldi egy kicsit módosította, és azt mondta, hogy ennek a dőlésszöge a sok mérések után az átlagot tekintve 109 és 26 perc. Mindössze két percnyi különbség az, amin vitatkoztak. Поэтому Рене Шавен отметил в энциклопедии, очевидно, дну принадлежит самая важная роль. Реми Шавен, франция кутату, az ő enciklopédiában azt mondta, hogy valószínűleg, tehát van ott egy olyan mondat, valószínűleg a fenék dőlés szögnek rendkívül meghatározó szerepe van. Именно по дну регулируется все. Пчелы весьма чувствительны к малейшим его отклонениям. Pontosan a fenék határoz meg mindent, a méhek rendkívül érzékenyek a legapróbb változások iránt is. То есть изучение вопросов архитектоники естественных гнездовых построек, воспроизведенных и отстроенных на основе вощины, формирование параметров гнезда по сезонам года является самой актуальной проблемой. Vagyis, hogy ennek a dőlésszögnek, és a dőlésszög ugye, meg a fészek sejt méretek is az szezon szerint, az év szak szerint is változnak. Így ezeknek a változásoknak a nyomon következése a jelenkorunk legaktuálisabb probléma. Így aztán meg is határozható, ezek, tehát ismerve ennek a dolognak, ennek a kérdésnek a fontosságát, meg is határozható a cél, amit kitűztünk maga elé. Tehát az volt a célunk, hogy határozzuk meg a fészek strukturális összetevőivel kapcsolatos teendőket, olyan fészket alakítsunk ki, amely jobban megfelel a természet szabványainak, jobban elősegíti a család fejlődését úgy, hogy közben nem ösztönöz a rajzásra.
вследствие этого были определены задачи исследования, которые представлены на данном слайде. Если перечислить их, то можно остановиться на том, что многие параметры, устанавливаемые в гнездовых постройках, не соответствуют природному стандарту. И как это осуществить? Вот задача исследования, здесь и была поставлена эта работа. Miután megismertük ezeket a feladatokat, lehetett őket csoportosítani is. Meg lehetett határozni, hogy melyek azok a legfőbb teendők, mivel megállapítottuk, hogy a gyakorlatban alkalmazott műlét nem biztosítja azokat az építési feltételeket, amely teljes mértékben megfelel a természet adta, illetve a természet által megkövetelt szabványoknak. A kísérletek elvégzéséhez szükségünk volt kísérleti anyagra. Tulajdonképpen a kísérleti anyag szabadon épített lépeket kellett megvizsgálni, amit a méhek műlépek nélkül építenek. Legkézenfekvőbb ebben a kaptárakban található zugok voltak, zugépítmények például, lépkezdemények, lépnyelvek, amelyek méreteit megmérve különböző évszakokban hozzájuthatunk a méretekhez. A másik, amit felhasználtuk, tehát mivel mértünk, lézeres szögmérőkkel mértünk, tehát olyan a gépészetben használt eszközökkel, amely alkalmas arra, hogy lenyerjük az adatokat ezekről a lépekről. A результатам исследований, отстроенных пчелами этого язычка и промером, нами было выявлено определенное соотношение ячеек в пчелином соте в зависимости от угла основания и диаметра ячейки по сезонам года. Tehát ezekkel az eszközökkel, ezekből a kísérleti anyagokból sikerült kinyerni a méreteket, és meg tudtuk határozni, hogy milyen összefüggés van a sejt felé dőlésszöge, illetve a sejtek méretek között szezononként. Tehát azt szerint, hogy változik a termelési év. Нами было установлено первое по пунктам, которые перечислены, мы его прокомментируем. Величина угла основания ячеек сота в пчелиных сотах варьирует от 93 до 117 градусов. Mi ezeket az adatokat feltüntettük ebben, ezeken a rajzokon tárgyalt adatokban. Azt találtuk, hogy a fenék, a sejtfenék dőlésszöge 93 és 117 fok között változik. Да. И второе, если мы говорим о величине угла, то диаметр ячеек какой? Диаметр ячеек в пчелином соте колеблется в пределах от 5,3 до 5,37 миллиметров. Mi az előbb ugye a fenékdőlésszögről beszéltünk, a másik jellemző, amit vizsgáltunk, az pedig a sejt átmérője, illetve a sejt mérete, laptávolsága tulajdonképpen, ami 5,3 és 5,7, ugye, és 5,37 között выявив вот такое соотношение, мы установили третий пункт нашего, как раз наших выводов. Это максимальное количество рабочих особей выращивается в ячейках сотов с углом основания 95-102-112 градусов. Azt találtuk, ez a zölddel jelzett sáv, azt találtuk, hogy a maximális mennyiségű dolgozó akkor termelődik, hogyha a fenék bőlésszöge 97, illetve 197, illetve 112 fok között változik, az átmérő pedig 5,3 és 5,37 között változik. Ez adja a maximális mennyiségű dolgozót. Что же дало для биологии и практики вот эти три учтенных вывода? Четвертый вывод гласит об этом. С учетом природного стандарта и архитектоники структуры ячеек сотов для полноценного развития пчелиных особей необходимо использовать соторамки, отстроенные из вощины, с углом в основании ячеек не выше 95-110 градусов. Igen, hát ez az első három következtetés ott le van írva. Ebből a három
a kékkel fölírt következtetés, hogy a végső megállapítás, amit erősen állítunk, hogy ha akkor mindezek akkor az optimálisak, akkor teszünk a legjobbat, hogyha a sejtfedék bőlésszöge 95 és 110 fok között állapítjuk meg. Почему мы на этом именно остановились? Оказывается, природный стандарт, тот, который должен воспроизводиться заводами по выпуску ващины, такую ващину не выпускает. Miért irányítjuk a figyelmet erre a kérdésre? Ugyanakkor, amikor mi állítjuk, hogy a méh, a természetes körülmények között építő méh ilyen sejtet akar építeni, akkor megvizsgálja mindezek mellett az üzemek, a lépgyártók által, a lépkészítők által előállított lépeket, ezeknek a méreteknek nem megfelelő műlépet állítanak elő. Выпускаемая ващина заводская и промышленная или производственная, так называемая, угол основания ячеек у них 130 в первом случае, а во втором 140 градусов. Ha megvizsgáljuk a gyári műlépeket, tehát azt, amit mi tulajdonképpen méhészek használunk, akkor ott a dőlésszöge az esetek túlnyomó többségében 130, illetve 140 fokos. Мы с вами до настоящего времени и вы, и мы в России использовали ващину 130 градусов основания ячеек сопок. A legutóbbi időkig mi, orosz méhészek és önök is, magyar méhészek a legutóbbi időkig a 130 fokos fenékdőlésszöge lépett használtuk. Учитывая вот данные обстоятельства, мы обратились к нашим конверсионным заводам, те, которые могли бы повлиять на производство ващины и сделать ващину с параметрами природного стандарта. И на данном слайде показаны успехи в производстве ващины с параметрами, соответствующими природному стандарту. Azzal a kéréssel, vagy követeléssel, lehet mondani, feladattal fordultunk a lépgyártók felé, hogy készítsenek olyan műlépet, ami jobban megfelel a természet szabványainak, a természetesen építőmű körülményeinek. És itt ezen a képen bemutatjuk, hogy sikerrel jártunk, mert sikerült összeadni olyan berendezés, amelyik ezt tudja. Közben itt mondta, hogy valamiért, ugye ott a középső képen van a Lux nevű lépgyártó cégnek az igazgatója, akivel kiegyezve sikerült összehozni egy ilyen berendezést. Az első képen mutatjuk be azt a berendezést, Margarita nevet kapta a kerességben, valóban ez a berendezés a tamméhesben van, a Timirjázev Akadémia tamméhesében van felállítva. Mi ezt a gépet összehasonlítottuk más vezető lépgyártóknak, lépgépgyártóknak a berendezéseivel, és azt találtuk, hogy nem gyengébb azoknál sok tekintetben a teljesítményét gazdaságosság és lépminőség tekintetében meghaladja, ráadásul azok a lépek, amik ez a berendezés gyárt, megfelelnek a természetes építmény követelményeinek. Itt a szövegben ott kékkel van megjelölve, hogy mi a lényege. Tehát mi a fenomenális, abban miért foglalkozunk a fenék dőlésszögével. A dolog lény, a kutya ott van elásva, hogy a fenék dőlésszögével együtt változik a sejtérfogat is. Tehát az a kisebb dőlésszöghöz nagyobb sejtérfogat tartozik. Из глубокой ячейки она будет более крупной и биологически полноценной. Mind a mai napig feltételezték, illetve bizonygatták, vagyis hogy folyamatosan bizonygatjuk, mondjuk, hogy a mélyebb sejtből nagyobb testű méh származik, és a nagyobb testű méh az biológiailag fejlettebb és értékesebb. A nagyobb mélység nagyobb mennyiségű
pempőt is jelent, és a nagyobb mennyiségű pempő elfogyasztásával több értékes anyag jut az álca fejlődésének adott stádiumában, nagyobb erőt biztosít a számára, ami meghatározza a még egész további életét. Кроме того, при использовании такой ващины, именуемой ващины максимум люкс, пчелы получают иммунитет от многих распространенных заболеваний. Их работоспособность при этом также повышается. Ezt a lépet maximum plusznak nevezték el, tehát egyszerűen ezt a nevet adták a lépnek. Na most a maximum plus alkalmazásával nem csak ugye a teste növekszik meg, megnövekszik az életereje is, tehát az immuntulajdonságai erőteljesebbek lesznek az illető egyednek, vagyis ellenállóbbá válik az egyed számos még betegségek irányában. При встрече с европейскими коллегами они просили доказательства. Amikor találkoztunk az európai kollégákkal, ők azt mondták, hogy bizonyítékokat kérnek az elmondottak. В связи с этим мы поставили опыты. Ezzel kapcsolatosan kísérleteket végeztünk. Схема опыта представлена на данном слайде. A kísérletek vázlata ezen a kivetített képen látható. На данном слайде 4 группы. Az adott esetben 4 csoportra osztottuk a méhek. Az első 2 volt a kontrollcsoport, akik 130 fokos dőlésszögű lépet kaptak. A harmadik és negyedik a kísérleti csoportok, ahol a где использовали ващину с углом основания в 110 градусов. Olyan műlépet alkalmaztuk, amelynél a fenékülés 110 fok. Az eltető anyag a mellette lévő oszlopban van feltüntetve, föl van tüntetve, hogy nem etetés nélkül, etetéssel és feltüntettük, hogy hányszor milyen adaggal etettük. Учитываемые показатели представлены на последнем столбике. És közben vizsgáltunk mutatókat. Mi következett be, az a következő oszlopban látható. Lényegében azokat a mutatókat vizsgáltuk, amely a méh fejlődésére, az álca fejlődésére utal, és azokat a mutatókat, ami meghatározzák a későbbi munkaképességét és termelékenységét a méhnek. При постановке этого опыта мы соблюдали принцип ученых. Обучая исследуй, исследуя обучай. На данном нижнем рисунках как раз представлены наши студенты, проходящие специализацию по пчеловодству, которые наравне с теми приглашенными из других вузов обеспечивали этот процесс. Кутатások során, a munka során követjük a tudósok között közkeletű és használatos elvet, hogy kutass és taníts, taníts és kutass. Tehát részt vettek ezekben a munkákban a hallgatóim. Más egyetemekről, más iskolákból származó hallgatók is részt vettek a munkában. Ki szeretném hangsúlyozni a szintet, tehát a pempő szintet. A pempő mennyisége és a pempőnek a szintje, a szintmagassága a legtöbb azokban a sejtekben volt, amelyiknél a sejtalap 110 fokos. Még két tényezőt vizsgáltunk, ez a háromnapos álcák voltak, tehát vizsgálták a háromnapos álcáknak a méretét, tömegét, illetve az egynapos méheknek a tömegét, amelyik megint csak meghatározó mutató volt, ezek maximális értékei a 110 fokos sejtfenekű sejtekben nevelő voltak kimutatható. Специалистов из Германии и Польши очень заинтересовал вот этот слайд, когда демонстрировали результаты. Amikor bemutattuk az eredményeket, akkor a német és lengyel kutatókat ez a kép igen érdekelte, ez a grafikon. Amelyiken azt mutattuk meg, hogy a zsírnak az első ábra, a második felső ábra a nitrogén, és a glikogén mennyisége hogyan alakul. Ezeknek a mutatóknak
a kontroll értékekkel szemben a legmagasabb értékei, a 110. Believe it, a 110 fokos esetben voltak. Ez a táblázat azt mutatja meg, hogy az előzőekben felsorolt tényezők, illetve azoknak a fejlődése hogyan tükröződik vissza a termelékenység, a már a felnőtt méhek termelékenységi mutatói. A kirepülési egyik jellemző a kirepülési aktivitás. Mennyire szeretnek kirepülni? Azt látjuk, hogy a kísérleti csoportokban a kontrollcsoportot másfélszeresen, kétszeresen meghaladták. В то же время развитость пчелиных семей давала возможность более полноценной нагрузки медового зобика. И здесь аналогичная ситуация по сравнению с контролем. В полтора раза больше нагрузка увеличивается у опытных семей по сравнению с контролем. És hasonló arányú a növekedés a mézfolyakban tárolt mézmennyisége tekintetében is. Itt is valami másfélszeres arány, tehát látszik a számokban. Выращенные рабочие особи на таких пчелиных сотах, отстроенных из вощины с углом основания 110 градусов, отличаются повышенной летной активности. Первый слайд. Az első képet nézzék meg, tehát itt azt akartuk csak bemutatni, hogy az ilyen még lép alappal rendelkező kereteknél nagyobb aktivitású, tehát nagy tömegű még távozik a kaptárakból. При вывозе на гречишу, второй слайд. A második, az ugye a, они... a mindjárt mondom, nálunk nem nagyon gyűjtenek. Most nem a gricsika, az nem most már. Mindjárt mondom, hogy micsoda hajdina. Tehát hajdina mezőkön. Hajdina mezőkön. Ugye nálunk azt hiszem, hogy nem sok hajdináról gyűjtés, nem igen van hajdináról, de Oroszországban a hajdina az igen jellemző növény, és a hajdinátok nagyon szeretik, ezért óriási területeken nevelik. Tehát ez egy hajdina. И вот за 10-12 дней, период массового цветения гречихи, каждая семья до 30 килограммов сразу давала товарного меда. Ebben az esetben például ennél a konkrét példánál a 30 kilogrammos gyűjtés volt a jellemző. Итак, вторая часть нашей работы заключается в том, что на сегодняшний день многие говорят, какая рамка должна быть пчелиной семье. Nagyon érdekes ez a mostani kép, amit itt bemutatunk, hogy a kérdés, sokan teszik fel a kérdést, milyennek kell lenni a keretnek. Здесь представлены рамки конструктивными особенностями, те, которые, какую площадь они занимают, и вместимость какая меда, и конструктивные особенности представлены на левой стороне этого слайда. Ebben a táblázatban föl vannak azok a jellemző keretek és keretméretek sorolva, területekkel, mézbefogadó képességgel, amit Oroszország szerte használnak. Hát, és akkor soroljuk föl, tehát itt a felsorolásban itt vannak, hogy milyen alapvető követelményeket kell támasztani. És első követelményként, hogy a fészekkeretnek legyen az bármilyen méretű, jól meghatározott körülményt kell kielégíteni, a geometriai tekintetben legyenek abszolút egyformák, legyenek egy méhesben használt méhek. Nem sorolom fel. Tehát nyilván ugyanazok a követelmények, ami nálunk is. És természetesen olyan kereteket kell figyelembe venni, vagy alkalmazni, amelyek a hatékonyságát, a méhészet hatékonyságát fokozzák. Amikor a kérdés a teremről elhangzott, akkor ugye a professzor úr rögtön azt mondta itt nekem a fülemre, hogy erre később válaszoljunk, és mindjárt kiderül, hogy miért. Tehát amiről most fogunk beszélni, az magyarázza meg, hogy miért nem akar ő rögtön a keretméretről, a kísérleti keretméretről beszélni.
azt mondja, hogy akkor, amikor a méréseket végeztük, ugye azt mondtuk, hogy az zugépítményekből vettük a méreteket, de nem csak az zugépítményekből, hanem a természetes körülmények között természetes módon építkező megszökött rajoknak az építményeiből, és a szökött rajoknál figyeljük meg, tehát nézzük meg a lépeknek az alját, azok messze vannak attól a lépkutca méretektől, amilyet kikényszerít egy keretben nevelt még, ugye egy keretben építetett még, amelyik az aljától a tetejéig azonos, tehát közel azonos lépkutcát produkál. Itt látszik ezeken a képeken, hogy a lépkutcáknak van egy bizonyos játéka, egy eltérése, amiket ők lézeres mérés útján meg is határoztak. Замеры показали, что этот параметр колеблется от 4,9 до 9 миллиметров. Azt találtuk a mérések során, hogy az ilyen építményeknél a méretek 4,9-től 9 milliméterig változnak. И не превышает 9,5 миллиметров. Soha nem találtunk olyat, amelyik a 9,5 milliméter meghaladta volna. Ugye mi gyerekkorunktól megszoktuk azt, régóta kezdeményezőkortól fogva, hogy a lépkutca az 12 mm széles. Это оказывается проблема мы создали в чём? Kiderült, hogy mi gondot okozunk ezzel a méretnek. Итак, ориентация сота в природном стандарте. Hogy milyenre épít a méh a természet törvényei szerint. Соты всегда ориентированы по магнитным полюсам Земли, то есть с севера на юг. Rendkívül érdekes megállapítás, hogy a méhek természetesen, ha építhetik a mi lépjüket, ahogy csak akarják, akkor a mágneses pólus szerint építkeznek, északról dél felé irányulva. В передней части гнезда имеется в виде шторки или фартука восковое обрамление. Az elején, ennek a lépcsoportnak az elején egy függöny található, egy függöny vagy egy takaró, egy ilyen viasz keret formájában. То есть можно здесь констатировать, что пчелы не признают расположение сотов на холодный и теплый занос. Azt megállapíthatjuk egyértelműen, hogy csak úgy simán a méhek nem fogadják el azt a meghatározást, hogy hideg építmény vagy meleg építmény, és pont. По бокам с обеих сторон таких сотов обнаруживается пространство шириной до 5 сантиметров, что необходимо для вентиляции гнезда. Egy ilyen építmény oldalánál, ilyen építmények oldalánál mindig felelhető, megtalálható egy tér, amelyik a szélső lép és az oldalfal között van, amely szélessége körülbelül 5 cm. Мы с вами привыкли к 10-12 рамкам вольях. Tehát az előző mondat végé az, hogy ennek a résznek a célja a szellőztetés. Folytatva a fordítást, a mi önökkel a 12 mm-es lépkutcához szoktunk hozzá. Но в природном стандарте количество восковых построек почему-то всегда было нечетное. Igen, és hadd folytassam, hogy még ahhoz szoktunk hozzá emellett, hogy 10 vagy 12 lépet helyezünk el egy fiókban. Ez egy páros számú lép. A természet törvényei szerint építkező méheknél mindig páratlan a lépek száma. Их встречается от 5 до 9. 5 és 9 között szokott váltakozni. Но понятно, если дупло дерева 2-3 метра, то и высота этого сота может быть также достигать такого метража. Abban az esetben, hogyha a fának a belsejében, tehát vegyünk egy nagyméretű rönköt, egy fát, és abban benne van egy üreg, akkor ennek az üregnek, vagy odónak a mérete, tehát az a belső üregnek a mérete, ezek már viszonylag keskenyebb felső méret mellett, akár több méter is lehet, 2 méter is lehet. És ennek megfelelően az a lépnyelv, amit behúznak a lépméhek, az szintén ilyen hosszúságot foglalhat el. Второй немаловажный
Вопрос количества литков, обеспечивающих вентиляцию в улье. Másik, nem kevésbé lényeges kérdés, hogy hány röpnyílás van, amely biztosítja kijárást a méhek számára. Я подчеркиваю, в природном стандарте, то есть бартях, колодах, дуплах. Én szeretném aláhúzni, hogy természetes körülmények között a természet szabványainak megfelelően, tehát a rönkökben, a köpükben, az odukban. Всегда один литок. Mindig csak egy röпнилась van. А мы привыкли в ульях, кроме нижнего щелевого, всегда имеется и в последующих корпусах имеются дополнительные литки. Я усоптун хозза, és gyakran alkalmazzuk azt a módszert, hogy az alsó rés röпнилась mellett a felső fiókokon még kiegészítő röпнилásokat helyezünk el. Furatokat. Mi biológiai szempontból úgy gondoljuk, úgy tartjuk, hogy ezek a nyílások a fölösleges hőveszteség forrásai. Tehát nem kellenek ezek a nyílások, és nem felelnek meg a természet szabályainak. Особенно в зоне воспитания расплода и у кормовых рам. Különösen igaz ez a fiasítás. A fiasítás zónájában és a méztérben, tehát a mézkamrában. Итак, учитывая вот представленные выше нами найденные природные особенности, встречающиеся в гнездовых постройках, нас надвинуло на мысль, какая же рамка нам нужна. Na, most ezek a kérdések és ezek a következtetések, amikkel mi találkoztunk, az arra késztetett minket, hogy föltegyük magunknak a kérdést, hogy milyen keretre is lenne szükségünk. A tradíciósan, a tradicionálisan mi a Hoffmann-féle kereteket használjuk. A Hoffmann-féle kereteknél a válszélesség 37 mm, és az ilyen 37 mm-es válszélességű keret arra kényszeríti ugye a fészket, hogy ott a lépucca szigorúan véve 12 mm-es legyen. Сопоставляя с природным стандартом, не мы, а природный стандарт выявил недостатки рамки Гофмана. A természet szabványainak, meg, tehát nem mi, hanem a természet szabványa jelölte ki azt, hogy mik a Hoffmann-féle keret hibái. Hát az első ilyen hiányosság, hogy a léputca mérete nem felel meg a természet szabványa által megkövetelt 9 mm-nek. При соотношении 12,9 mm получается, что на 25-30% искусственно увеличен промежуток улочки. Ha alkalmazzuk a Hoffmann-féle kereteket, akkor az jön ki, hogy kényszerűen megvan emelve a léputca szélessége 25-30%-kal a szükségessel szemben. És szemben azzal, amit a természet, illetve amit a természetes úgynevezett méh szellőztetéstől, vagy méh ventilációtól elvárunk, hogy egy függőleges irányú légáram legyen, mint az történik az üregekben, a természetes üregekben, faüregekben. Ezzel szemben vízszintes irányú húzat keletkezik a kaptáron belül, a lépucában. Для поддержания в таких условиях оптимальной температуры в гнезде рабочие пчелы вынуждены избыточно вырабатывать тепло. Ebben az esetben, mivel ez túlhűti, ugye nem jó a hőgazdálkodás a kaptárnak, a lépucában arra kényszerítjük a méheket, hogy plusz hőt termeljenek. Количество пчел, обеспечивающих выработку тепла, увеличивается 1,5-2 раза. A mennyisége a hőnek, amit a méheknek termelniük kell, illetve maguknak a méheknek a mennyisége másfél-kétszeresen megnövekszik. Takaró méhek mennyisége úgy kell jelenteni. Все это сопровождается увеличением потребления кормовых запасов. Ez természetesen az etetési igény, tehát a fogyasztás megnövekedéséhez vezet.
это приводит вследствие этого быстрому физиологическому износу рабочих пчел. Dolgozó méhek gyors fiziológiai elhasználódásához vezet. И, конечно, биологические аспекты в этом контексте пчелиной семьи уменьшаются на 30-40%. Így 30-40%-osan lecsökkennek. Вышеперечисленные недостатки удается избежать при использовании рамки с новым размером боковых планок. Abban az esetben, hogyha az oldalléceket megváltoztatjuk, akkor mód van arra, hogy ezeken a kedvezőtlen körülményeken javítsuk. Верхнем снимке слайда. A felső képre. Вы узнаете рамку Гофмана. Fordítsanak figyelmet, ott önök felismerik a Hoffman-féle keretet. Средним рисунки. A középső rajz, vagy a középső ábra. Uli Prokopovicsa. Ez a Prokopovics-féle ős keret. У которого рамки с двух сторон имели сплошную планку. Prokopovicsnál ugye oldalról az oldal lécek azok teljes mértékű zárásoztak. Tehát a teljes hosszában, az oldal léc teljes hosszában zárt volt a lépúca. Ну и это позволило нам рассчитать и посмотреть, что же должно быть в инновационной рамке. Ez lehetővé, ezeknek a figyelembevétele lehetővé tette számunkra, hogy átgondoljuk, hogy ez az innovációs keretnek, vagyis a mi kérdés elhangzott, hogy milyen kísérleti keretek voltak, tehát ennek a kísérleti keretnek milyennek kell lennie. Для получения улочки размером 9 мм, имеющих в природном стандарте. Ahhoz, hogy 12 mm-es lépucát 12 mm-es lépucát helyett 9 mm-es lépucát kapjunk, ahhoz nekünk мы предложили боковую планку. Azt kellett tennünk, hogy olyan oldal лецет сплошную, amely teljes шириной, és a szélessége 34 mm. 34 mm-es. Tehát az oldalléc az нижний рисунок как раз показывает, что он сплошной. Az alsó léc azt mutatja, hogy ő teljesen zárt. Ugye, tehát itt az ott látják az alsó. При смыкании двух рамок. A két keret találkozásánál образуется автоматическая улочка, как и в гофмановской рамке, в 9 мм. Olyan лепутся, mint как у Гофмана. Как у Гофмана, вот он 12, а здесь 9 автоматически. Tehát автоматикушан, ebben az esetben, ugyanúgy, mint a Гофманнал, ugye 12, 9 мм-es лепутся. Но и при этом исчезает тот сквозняк, который создается в рамке Гофмана в нижней двух третей по высоте рамки. De ebben az esetben viszont eltűnik az a vízszintes irányú húzat, amelyik a Hoffman-féle keretben megvan az alsó kinyíló rész miatt. Нам был важен вопрос, как же будет осуществляться воздухообмен в этом случае. Nagyon fontos volt a számunkra megvizsgálni, hogy hogy is játszódik le a légcsere ebben az esetben. И как он будет работать? По пчелиному принципу или со сквозным вот таким же явлением? Miként is fog dolgozni? A méh szellőztetés elve alapján, vagy a vízszintes húzat elve alapján? Предложенная конфигурация инновационной рамки позволила az innovációs keret által javasolt méretek alkalmazása lehetővé tette számunkra воссоздать воздухообмен, соответствующий природному стандарту в дупле. Hogy létrehozzuk, megismételjük azt a légcsere módot, ami természetes körülmények között a faodúban épített lépek esetében is történik. Оказалось, что улочки, которые составлены по природному стандарту, легко перекрывается пчелами с нижней части и создается буферная зона,
отдачи тепла продуктами жизнедеятельности. Kiderül, hogy a méhek ki tudják ebben az esetben a fészküket oly módon alakítani, hogy az alsó részben, tehát ugye sárgával vannak a lépek jelölve, az alsó részben az a sötétebb vízszintes csík, az egy pufferzóna. Ez a pufferzóna alkalmas arra, hogy a méhek számára alkalmas, legjobban alkalmas mikroklímát alakítsak ki, és feltételeket alakítson ki. Oda megyek az ábrához, azt mondjuk. Продукты жизнедеятельности, которые скапливаются вот в этой зоне, являются первым очагом встречи со свежим воздухом. Azaz a zóna, amelyre rámutatok, és amelyek a méhek élettevékenységének a termékeit tartalmazzák, ebben az alsó zónában helyezkednek el. При этом чистый воздух не устремляется в улочки. Не устремляется. Не устремляется по улочкам. Mindeközben ugye megy a természetes légcsere. Он идет на боковые стороны улья, на стенки. Вот боковым сторонам поднимается вверх с обоих сторон. És ugye az oldal lépek mellett a légcsere oly módon játszódik le, hogy ott keletkezik egy felszálló áramlat. И здесь он встречается с вторым встречным потоком теплого воздуха. Ebben a felső zónában pedig találkozik ez a fölfelé szálló légáram a meleg levegővel, tehát a fönt lévő meleg levegővel találkozik. Который образуется за счет жизнедеятельности пчел в улочке. Azzal a levegővel, amely szintén a méhek élettevékenységében, nek következtében a lép utcácskákban keletkezik. Он состоит из двух компонентов. Két összetevőből áll ez a levegő. Это биоконденсат, влажный, теплый, который устремляется вверх. Вот он. Ugye, ez a nedves és meleg levegő, amelyik fölemelkedik, és abban a felső piros zónában helyezkedik el. И второй углекислый газ. Ennek a levegőnek a másik összetevője a széndioxid, который за счет тяжести опускается вниз. Amely, mivel nehéz, a saját súlya révén lefele süllyed. И вот этот процесс работает по принципу, оказывается, вечного двигателя, но только в улочке у пчел. Ez hát kicsit humorosan mondva, ez az elv, tehát ez a rendszer, mint egy örök mozgó a lép belsejében, a lép csomag belsejében, az utcácskákban működik, és hajtja ezt a mechanizmus. Опускающийся углекислый газ выполняет роль поршня. Ebben az esetben a lefele ereszkedő széndioxid dugattyúként működik. Который способствует насасывать свежий воздух, поднимающийся по периметрам улья. Amelyik mint mozgása közben, mint egy szivattyú, beszívja a friss levegőt és mozgatja a kaptáron belül. Что же это нам дает? Mit kapunk mi, mit nyerünk ettől? Оказалось, когда мы использовали рамку Гофмана, сквозное движение в горизонтальной плоскости нивелирует процессы использования биоконденсата в рециркуляции для уменьшения тепловых потерь. Hát azt látjuk, hogy akkor, amikor a Hofmann kereteket alkalmaztuk, és nyitott volt az oldala, akkor a keresztirányú húzat, ennek a mechanizmusnak a keresztirányú húzat, ezt a mechanizmus zavarta. Nem engedte, hogy ez lejátszódjon, és ahelyett, hogy elősegítette volna a lépcserét, gátor növelte a lépeknek, a kaptárnak a hőveszteségét. Я сейчас не критично рассматриваю те позиции, связанные с изобретением рамки, я рассматриваю вопросы дальнейшего совершенствования. Я благодарен тем учителям и тем изобретателям, которые сделали ту рамку, которая была до сих пор. Természetesen ne értsék félre.
Tehát én most nem kritikailag, nem kritizálom a keretet, és nem kritikai szemmel nézem a korábban készült kereteket, mert minden elismerést megérdemelnek a tanítóink, a mestereink, azok az emberek, akik föltalálták és alkalmazni kezdték a keretet. Én azokat az utakat keresem, hogy hogyan lehet ezeket a kereteket tökéletesíteni jobban. И в этой связи мы все эти параметры взяли из дупла. В дупле идет двухсторонняя вентиляция. Вот первая сторона, вторая сторона, вентиляционные люки. Mi ehhez a, mi ehhez az odúból vettük, ugye itt a röngben, a röng bensejében lejátszódó folyamatot néztük. Az a kerek az az a maga a röng, és két oldalt, a két szélső résen keresztül játszódik le a ventilációs folyamat. Следующим преимуществом той предлагаемой инновационной рамки является получение изолированных улочек по принципу природного стандарта от одной стороны до другой. A másik előnye az innovációs lépeknek, amelyeket javasolunk, az, hogy izolált, elszigetelt léputcákat terem. Hát a Ceruzal professzor úr rámutatott. Tehát két végén lezár, és függőleges irányban nyitott léputcák keletkeznek. В улье четырехсторонне образуется при этом вентиляция. По периметру. Five. Tehát azok, nézzük meg ott az ábrát, tehát abban az esetben, hogyha a fészek négyszögletes alakú, akkor ez a ventilációs folyamat négy oldalról, tehát a kaptárainkban négy oldalról tud lejátszódni. При этом практики, я отдаю всем дань уважения, стали бить тревогу. Нужно промежуток Ланстрота закрыть, стали выступать печати. Промежуток Ланстрота, вот он образующийся между двумя, между стенкой и рамкой, и создающий сквозняк рамкой Гофмана, стал для них таким барьером, при котором производство меда стало уменьшаться. Igen, hát itt a Langstroth-féle keretnek az előnyét akarta kihangsúlyozni a Hofmann kerettel szemben, abban az esetben, hogyha a Hofmann keret irányába mozdulunk el, akkor az föltétlenül a méztermelésnek csak a kárára lehet. Итак, вот на данном слайде мы в обобщенном виде представили результаты испытания этой инновационной рамки. Ebben a, ezen a képen mi összesítettük azokat az előnyöket, amit az innovációs keret alkalmazásával nyerhetünk. Что же мы здесь обнаруживаем? Mit mondhatunk ki? Воздух направляется снизу рамок вверх по улочкам к герметичному потолку. То есть осуществляется правильная пчелиная циркуляция воздуха. Alkalmazásával, a hermetikusan lezárt plafonhoz, tehát a lépek felső része hermetikusan le van zárva, alkalmazásával egy fölfelé áramló, függőlegesen áramló légcserét tudunk megvalósítani. При этом выделяемые продукты жизнедеятельности пчел, смешиваясь с воздухом, вначале ее согревают, а затем разделяются на два потока – углекислый газ и тепло. Ebben az esetben, ilyen áramlásnál a fölfelé áramló közeg először megmelegíti a levegőt, és maga a közeg, tehát ugye a méheknek az élettani terméke, az szétválik két összetevőre, széndioxidra és hőre. Такая дифференциация позволяла, что при этом тепло всегда стремится вверх, а углекислый газ вниз, так как он тяжелый. Ilyen esetben mindig megvalósul, hogy a meleg ugye emelkedik fölfele, tehát fölfelé irányuló hőáramlás következik be, a széndioxid pedig súlya révén lefele áramlik. И в этом случае мы обнаружили еще одно уникальное свойство углекислого газа. Ebben az esetben még egy különleges tulajdonságát fedezhettük föl, a széndioxid. Оказалось, что он выполняет роль профилактики и санирующую роль по отношению к паразитам и возбудителю остеосклероза.
gyógyító hatása van a széndioxidnak. És a gyógyító hatás, ez a paraziták tekintetében, tehát egy védő hatása van, profilaktikus hatása van a paraziták tekintetében, és a költésmeszetesedés kórokozója tekintetében. Для лечения от паразитов пчелы легко перекрывают нижние сечения булочки, интенсивно увеличивают содержание углекислого газа в промежутке Ланстрота. Mit csinálnak a védők? A Langstroth-féle keretekkel ellátott kaptárban könnyedén lezárják a lépnek az alsó részét, tehát akár a saját testükkel le tudja zárni az alsó részét, és ott széndioxid dúsulást okoznak. Tehát megnöveli az alsó részben a széndioxid mennyiségét. Mit tesz ez a méhek javára? В результате этого рабочие пчелы не тратят дополнительной энергии на отрыв гнезда и расплода. Ennek következtében a méheknek nem kell plusz munkát kifejteni a fiasítás melegítésére. На указанные функции тратится энергия лишь 20% пчел. Ebben az esetben a méhek által kifejtett összenergiának csak a 20%-a fordítódik erre a célra. Остальные 80% пчел работают на взяток. A többi gyűjtésre tudják, a másik 80%-on gyűjtésre tudják fordítani. Однако это в природном стандарте и при использовании инновационной рамки. Ez az innovációs keret alkalmazásával történhet meg. А если рамка Гофмана, все показатели закономерно установленные бывают наоборот. Abban az esetben, ha Hofmann kereteket alkalmazunk, ugyanabban a kaptárban, akkor ez az arány megfordul. И, конечно, при этом эти потоки создают естественный пчелиный воздухообмен. Természetesen ezek az áramlatok a természetes méh szellőztetés követelményeit hozzák létre. Встречные потоки холодного и теплого воздуха взаимообогревают друг друга. Az egymással találkozó meleg és hideg áramlatok, ezek a találkozó áramlatok kölcsönösen őt cserélnek. В улочках с рамками, занятыми печатным расплодом, регистрируется самое минимальное количество обогревающих рабочих пчел. A fedett, tehát a fedett fiasítás területén lehető viszonylag kevés melegítő takaró még található, vagy számlálható meg. Наши коллеги постоянно требуют доказательства. Это либо телесное выражение, либо книжное изложение. Для того, чтобы подтвердить, были поставлены опыты. A kollégák mindig bizonyítékot követelnek. Könyvek legyenek, bizonyítékok legyenek leírva valahonnan, idézhető legyen, vagy legyen kísérleti eredmény, amivel ezt bizonyítani lehet. На данном слайде представлены полученные результаты в результате испытания двух видов рамок. Két keretfélét, tehát itt ezen a táblában, a táblázatban két keretféleséggel folytatott kísérletek eredményei vannak bemutatva. В соответствии с биологией пчелиной семьи мы главный упор сделали на микроклиматические параметры гнезда. A kísérletek során a legnagyobb erőfeszítés klimatikai körülményeivel kapcsolatosan tettük. Дорогие коллеги, посмотрите, пожалуйста, вторую строчку с инновационной рамки полученные результаты. Kedves kollégák, tekintsenek egy pillanatra ott a második sorra, az innovációs kerettel kapcsolatos számokra. Скорость движения воздуха уменьшилась почти в два раза, в 2,5 раза. A levegő sebessége, az áramlás sebessége majdnem 2,5-szeresen csökkent. Это указывает о том, что сквозняка по месту выращивания расплода нет. Ez arról beszél, hogy a fiasítás zónájában nincs húzat. Tulajdonképpen a hőnek a recirkulációja játszódik le
erről ad tanú bizonyságot a hőmérsékleti mutató, который лучше на 1,5 градуса, amely másfél fokkal jobb, ha az innovációs kereteket alkalmazzuk, ugye a fiasításnál. Посмотрите, у медовых рамок температура также выше на 5,3 градуса. A mézkamra hőmérséklete hasonlóképpen magasabb, több mint 5 fokkal. Мы посчитали с нашими коллегами, что это уменьшает затраты приготовления кормов для расплода и для использования меда в внутренних целях. Мы kiszámoltuk a kollégáinkkal, tehát munkatársaimmal kiszámoltuk, hogy ez jelentős mértékben csökkenti az etetési költségeket. Общая влажность в контрольной группе, она находится нижней границы физиологического оптимума. То есть вот может перейти в неоптимальное состояние. Tehát ha megnézzük a nedvességtartalmat, a nedvességtartalom olyan alacsony, 86,4%, amelyik a fiziológiai követelményeknek a határán van. А второй показатель свидетельствует о том, что личинки никогда не высохнут, и они достаточно будут снабжены кормом. A második az alatta lévő sorban, ugye a 95,7%-os szám arról tanúskodik, hogy itt a lárvák soha nem fognak kiszáradni. Потому что 95% достичь только можно при изолированных улочках. A 95%, ezt az értéket, a 95%-ot csak elszigetelt néputcák esetében lehetséges elérni. Биология семьи предполагает знание движения печатного расплода. A biológia megköveteli, hogy figyelembe vegyük a fiasítás mozgásának dinamikáját. A dinamikát ugye úgy kell érteni, visszatérve az előzőre, hogy mennyire dinamikusan fejlődik a fiasítás. Tehát milyen erőteljesen kelnek az új egyedek. És azt tapasztaljuk, hogy ennél az innovációs keretnél gyorsabban fejlődnek, tehát nagyobb mennyiségben bocsátja ki a keret az új egyedeket. Ugye nagyon sok mindent köszönhetünk ennek az innovációs keretnek, köztük azt, hogy gazdaságilag is, tehát mi a végső célunk a rentabilitás, a gazdaságosság, és ez a táblázat arról szól. Tehát itt azok a mutatók vannak, hatékonysági mutatók vannak felsorolva, amit ez az innovációs keret biztosít. Из этого слайда видно, что количество улочек становится 13, или мы нечетное получаем число улочек. Szeretném felhívni a figyelmüket, hogy itt a léputcák, illetve a lépek száma páratlan, tehát eleve páratlan számú 13. Масса пчел становится 12,3, что больше на 1,5% по отношению, 1,5 раза по отношению к контролю. Tehát megnövekszik a család testtömege, tehát a méheknek az össztömege megnövekszik. И вот что сделал углекислый газ. Заклещенность уменьшилась 3,7%. És mit tett a széндиоксид? A széндиоксид lecsökkentette az atkaterhelést. Nézzék meg, 3 hétről lecsökkentette egy. Ну и получено было продукции в 3 раза больше по сравнению с контролем. Nézzék meg, a kontrollal szemben 3-szorosra növekedett a termelt méz mennyiség. Итак, мы подходим к завершению нашего рассмотрения материала. Хотел бы заострить принципы, на чем зиждется вот этот подход с использованием инновационной рамки для пчелиной семьи. Что же обеспечивает принцип соблюдения принципа стандарта в улье, который был в природном стандарте? Первое – использование рамки. Így befejezve az előadást, tehát a végénél járva, én szeretném összeszedni, összegyűjteni azokat az eredményeket, illetve azokat a tényezőket, amit úgy lehet összefoglalni, hogy miben segít nekünk ez a bizonyos innovációs keret. Используемая в традиционном пчеловодстве рамка Гофмана создает сквозняк вместо пчелиной вентиляции. És kihangsúlyozza a professzor úr, hogy a Hoffman-féle keret alkalmazása a tradíciós méhészetekben a vízszintes irányú
Huzat megjelenését eredményezi a légutcákban. Вторым важным условием обеспечения принципа природного стандарта в Улье является использование вощины с углом основания 95-110 градусов. Második fontos tényező, hogy ezekben a keretekben olyan műlépeket alkalmazunk, aminél a fenék szög a műlépnél 95 és 110 fok között van, a sejtek méretei pedig 5,3 plusz-minusz 500 milliméter. При соответствии параметров гнезда природному стандарту, обращаю внимание, трудней не бывает до конца июня. Amikor ezeket a kereteket, illetve ezeket a lépeket alkalmazzuk, akkor hangsúlyozom, hogy június végéig a családoknál nem voltak kereteket. У меня ответ на этот вопрос есть, а что вы ответите? Nekem van erre a kérdésem válasz, no, de hogy önök mit gondolnak, az döntsék el magam. Потолок должен быть глухим из доски толщиной до 10 сантиметров. Или его заменить. Mi azt mondjuk, hogy a plafon, tehát a lépek takarója, a takaró lemez, nevezzük ki, az 10 cm vastag deszka, vagy annak megfelelő szigetelő anyag kell, hogy legyen. Ну и при таком подходе дно улья должно быть оборудовано проемом или окном 25 на 25 см, снабженной сеткой и закрылком. És egy így felszerelt, tehát ugye arra számítunk, hogy a légáramlás majd függőleges irányú lesz. Ezért ugye a tetejére föltettük azt a 10 cm vastag deszkát, vagy föltettünk rá egy ennek megfelelő vastagságú szigetelő anyagot. Az alján fenék van, a fenéken van egy legalább 25 cm-es nyílás, amelyiket súberrel lehet elzárni. Tehát alul egy tolókkal, egy mozgatható deszka helyezkedik még el. Хотели бы сказать, что биология пчелиной семьи имеет, оказывается, очень много белых пятен. Szeretném hangsúlyozni, hogy a méhbiológia még nagyon-nagyon sok fehér foltot tartalmaz. Оказывается, мы должны своим трудом, умением ученых и практиков объединять на то, чтобы пчелы действительно до 300 килограммов меда давали за сезон. És egyesítve a tudomány és a gyakorlat erőit, nekünk meg kell tennünk mindent annak érdekében, hogy a méhek valóban az elméletben lehetséges 300 kg-os teljesítményt produkálják. A professzor úr azt mondja, hogy ő természetesen nem egy revizor, nem egy ellenőr, aki ellenőrzi, hogy vajon be vannak-e tartva bizonyos szabványok. Ő azt üzte a zászlajára, hogy úgy kell vezetni a méhészkedést, úgy kell vezetni a méhcsalád, irányítani a méhcsalád életét, hogy az minél jobban megfeleljen a természet követelményeinek, amit ő nevez természet szabványának. Köszönjük a figyelmet!